Sziasztok! Sziasztok! Egy új sorozatot szeretnénk indítani, ugyanis nagyon sokféle eszközt megvizsgáltunk és bemutattunk nektek az elmúlt időszakban, de szeretnénk ezeknek végre a helyét és az igazi értelmét megtalálni abban a nagy modellben, amit ma hálózati rendszereknek vagy irodai kis- és középvállalatoknál működő hálózatoknak nevezünk egy kicsit átvesézzük ezt az egész történetet, hogy mit, mire tudunk felhasználni, mit, mire érdemes, mire érdemes odafigyelni, vagy egyáltalán hogyan és mivel kéne terveznünk. Talán mi egymás között úgy emlegettük, hogy a hálózat tervezés alapjait egy kicsit újra gatyába rázzuk, hiszen ugye IT biztonsági szempontból nem mindegy, hogy milyen berendezést választunk, azokat hogyan menedzseljük, és így tovább ennek a témának a területét szeretnénk egy kicsit alaposabban bejárni veletek. Gondoljunk bele, hogy ma szinte mindannyiunk életében ott van az informatika. Teljesen mindegy, hogy én egy, egy, virágboltot üzemeltetek, vagy egy élelmiszerláncot, vagy akár csak egy egyszerű, egyszemélyes egy konyhát. Egy, egyéni vállalkozást, egy konyhát, vagy éppenséggel akár lehetek én egy szobafestő mázoló is. Elkerülhetetlen sajnos. Találkozunk az informatikával és a távközléssel, már csak ha azért is, mert mondjuk a felügyelőszervek felé is bizonyos információkat, nyomtatványokat elektronikusan kell beadni. És arról is beszélgessünk, hogy mostanában milyen biztonsági incidensek történtek és szivárgások, és ezeket ugye védeni kell. Reméljük, hogy ezzel a sorozattal egy kicsit tisztába tudjuk tenni az alapokat mindannyiótoknál. De akkor ugorjunk is bele, szerintem Balázs, hogy milyen alapvető elvárások vannak egy kis közé vállalatnál. Gondoljunk bele, hogy ha ma elkezdünk egy hálózatot kiépíteni. Ugye mi volt a divat eddig? Ezek a hálózatok organikusan fejlődtek. Megvettük az első routert, internetre csatlakoztattuk, készüléket kötözgettünk rá, és ugye elkezdett szépen dagadni, nőni, nőni, ez a nagy valami. Foltoztuk, toloztuk. De folyamatosan jöttek igények. Ugye minden felhasználó megérte azt a saját kis hálózatában, hogy magukat, az elvárásokat már meg tudja fogalmazni. Szeretném, hogyha akkor is Re. lenne internetem, ha mondjuk a, a fő internet tápmód biztosító szolgáltató esetleg éppen kisebb üzemszünetet tart. Legyen egy külön vendéghálózat, hogyha jönnek hozzám. Például. És ugye ezek mind újabb és újabb, az új technológiák és újabb és újabb igényeket és újabb és újabb megoldásokat szültek. Én összegyűjtöttem egy párat, ami az utóbbi időben a mi praxisunkban előfordult, tehát ugye mi, mint műszaki támogatóként sok hasonló kéréssel és problémával találkozunk. A teljesség nélkül összegyűjtöttük a legnépszerűbbeket, nézzük végig ezt a listát. Hát az egyik leggyakoribb az a load balance, meg a failover megoldások. Udon... Ami valójában be azért egy reális elvárás, tehát mondjuk egy olyan üzletnél, akinek folyamatosan internetre támaszkodva kell működnie ott. Ez... Például az említett konyhák, akik ugye a kiszállításra foglalkoznak. Ha nincsen internet, akkor nincs kiszállítás, nincs kereset. A következő nyilván, a, ahogy az okos eszközök megjelentek, a wireless képességek. Egy hálózat most már legyen wifi-nel lehetőség szerint biztonságosan, sőt, ugye akár több különböző szegmens is. Így van, több SSID, illetve külön csinálni vendéghálózatokat, amit különek lehet szeparálni. Nagyon fontos, hogy a szeparáció ebben az egész szegmensben, mert az új iot nagyon sok biztonsági rész nyílt. Ha belegondolunk abba, hogy hogy működik mondjuk egy kisvállalati hálózat, akkor egy nagyon fontos komponens lenne lehetne talán a következő. Nyilván vannak eszközeink, most már hálózatunk, ami működik, de ezekkel valamilyen szervereket Appliances-eket, kell tudni elérni, mert a számlázó szoftver, a rendelés rögzítő, a valamilyen alkalmazás működik és üzemel. Nyilván ez lesz majd egy következő elvárás, hogy szervert tudjunk ott üzemeltetni, az megfelelő védelem alá essen, esetleg az internetről is elérhetővé váljon. Ez egy újabb elvárás szokott lenni a megrendelő részéről. Ugye, ha már, ha már szerverek és a irodában vagy a szájton üzemelő eszközökről beszélünk, appliance ekről vagy akkor nyilván az, hogy vezetékes hálózat üzemel az, az, az irodaházban, az épületben, az ma már elvárható, ez a minimum. Sőt, ma már odáig fajult ez a játék tulajdonképpen, hogy elvárják a, a felhasználók azt is, hogy ez a vezetékes hálózat is esetleg legyen redundáns bizonyos eszközök szemszögéből. Ugye erre is vannak olyan technológiák már, amik bevethetők. Hát képesek vagyunk olyan uh, switchelt vezetékes hálózatot létrehozni, ahol mondjuk egy szerver kapcsolata azt is képes túlélni, ha mondjuk az egyik switchünk meghibásodik. Így van, és ne felejtsük el a távelérést is. Ugye nagyon nagy igény van mostanában a távelérésekre. Gondolok itt a client to site elérésekre, például home office, ez egy nagyon jó példa erre. A Covid gyakorlatilag igen. félig, meddig ugye megtanította a cégeknek, hogy hogy kell távelérést biztosítani a, az otthoni irodába szorult dolgozóinak. De beszéltünk arról is, hogy ha van például egy külső irodánk, egy külső raktárunk, azt is jó lenne berakni az irodai hálózatba, hogy rálásson a szerverre, rálásson a belső nyomtatókra, vagy fordítva. Ugye ez a side-to-site VPN megoldásokkal ugyanúgy megoldható. További elvárások mellett ugye beszéltünk itt arról, hogy például van VoIP szolgáltatásunk az épületben, illetve az irodákban, azt érdemes egy külön hálóra rakni, egy külön szegmensre, vagy beszélhetünk arról, hogy vannak security kameráink, amit ugyanúgy érdemes elszeparálni a többi eszköztől, hogy ne férhessen hozzá bárki. Beszélhetünk itt továbbra arról is, hogy beléptető rendszerek, riasztó rendszerek az megint érdemes külön hálózatokra tenni. És ezek annyira nem is idegenek tőlünk, tehát ha ma körbenézünk egy átlagos cég életében, akkor ezeket a szolgáltatásokat, ezeket az igényelt szolgáltatásokat majdnem mindenhol megtaláljuk. Tehát ma egy operátor feladata, hogy mindezt szerte a lehető legmélyebben ismerje, megtalálja hozzá a megfelelő berendezést, és ezt valamennyire biztonságosan is kezelje. Illetve gondolok itt például olyan, nagyon sokan belefutnak abban a hibában, hogy vannak az úgynevezett non ami eszközök, amihez bárki hozzáférhet, -e például egy eladott hérbe kihelyezett számítógép, ahogy nálunk is megtalálható a raktárba, az is teljesen külön szeparált hálózaton van, pont azért, mert bárki rádukhat bármit, bárki csinálhat vele bármit. Vagy például tételezzük fel, hogy az egyik gépünk mondjuk zsaroló vírussal fertőződött meg, de mégis a vírus víruskeresőnkkel interneten frissítve különböző szoftvereket letöltve szeretnénk úrá lenni az ügyön, azt a gépet ilyenkor nem célszerű a, a termelési hálózatba úgymond berakni, őt el kell szeparálnunk és izolálnunk el a többiektől, ne, hogy még nagyobb kárt okozzon, mint amikor át már elszenvedett maga a készülék. Hát így összesítve igazából akkor elmondhatjuk, hogy bőven van szegmens, amit létrehozhatunk egy alaphálózatban. Bőven van elvárás. Hát, ha most a, csak a felhasználói oldalt ö, nézzük végig, akkor is egy 8-10 pontot biztosan fel tudunk sorolni, és akkor még ugye nem tartunk ott, hogy a, a vállalat tulajdonosai, a tulajdonosi rétegnek az elvárásai azok hol jelennek meg ebben a rétegben. Nyilván ők azt szeretnék, hogy ezek mind zökkenőmentesen üzemeljenek, de az is egy jogos elvárás lehet, hogy ezek, ez az zökkenőmentesen üzemelő hálózat, ez emberi hiba, természeti katasztrófa, vagy bármi miatt egyik napról a másikra hát ne tudjon úgy megsemmisülni, hogy megint előről kelljen kezdenünk. Balázs, szerinted milyen alapépítőkövei vannak egy ilyen hálózatnak, hogy lehet egyet ilyet felépíteni? Az építőköveket már valójában mind ismerjük, hiszen a korábbi videóinkban találkoztatok routerekkel, tűzfalakkal, vezeték nélküli eszközökkel és így tovább. Mégis az építőköveknek a tulajdonságait azokat erősen majd az elvárásokhoz, illetve hát később a tervezés lépéseihez kell majd igazítanunk. Nagyon sokan megkeresnek minket azzal is, mint szupportot, hogy segítsünk nekik eszközt választani a meglévő hálózatukba. Ugye legyen itt szó akár routerről, tűzfalról, switchről, sokszor a hálózat használati szokásainak, vagy éppenséggel a terheltségének függvényében kell ezeket az eszközöket kiválasztani, anélkül, hogy valamiféle dokumentáció rendelkezésünkre állna, ez meglehetősen nehéz és kockázatos feladat. Illetve a pontos igényeket se tudják, nagyon sokszor megfogalmazni sajnos a, az ügyfeleink. Nyilván, mivel nem szakemberek, Így tehát van. beszéltünk róla, hogy ez lehet akár egy élelmiszerlánc, lehet egy egyéni vállalkozó, aki mondjuk valamiféle körül felújítási munkákat vállal, nem feltétlenül szakember. Persze. Nyilván sokan ezért is fordulnak hozzánk. De nézzük, hogy mik a tervezés alapelvei. Szerintem az egyik legfontosabb alapelv az a működési és biztonsági alapelvek meghatározása. Gondolok itt például a szeparációra amelyet nyilván routerrel vagy a routerbe integrált tűzfallal fogunk tudni végrehajtani. Ugye sokszor találkoztunk olyan rendszerekkel, ahol nem korszerű vagy éppenséggel, egyszerűbb képességű tűzfalakkal próbálták a hálózatot szeparálni, demarkációs eszközként használni. Ma ott tartunk, hogy azért egy rendes hálózatba illik olyan tűzfalat használni, ami legalább állapot követő, vagy esetleg valami a firewall NG képességgel rendelkezik. A ubiquiti Videóinkban például láthattatok már valamilyen IPS-IDS funkcionalitást, ami pontosan ebbe a kategóriába esik, de tovább is léphetnénk, és akár gondolhatnánk a korábban igényként megfogalmazott applikációs szerverekre, amik a hálózatunkon üzemelnek, amik elé akár úgynevezett web application firewallokat, vafokat is telepíthetünk. Ez ma például egy nagyon népszerű és keresett megoldás. Kis és közepes vállalatoknál az sem ritka, hogy egy kicsit távolabbról indítják a tervezést, és mondjuk figyelembe vesznek olyan nemzetközi szabványokat és ajánlásokat, amelyeket például a NIST is megfogalmaz a saját gyűjteményében. A 853 as doksit érdemes ö, megvizsgálni, és abból is már az ötödik revíziónál járunk, ami eleve meghatároz bizonyos alapelveket, hogy hogyan kell a biztonság fogalmát egyáltalán bevezetni, kezelni, nyomon követni a hálózatunkban. De a biztonságot egy kicsit félretéve, menjünk vissza az alapokhoz. Szerintem ez fontos azért az IP kiosztásoknak a tervezése is. Ez már maga, maga, valójában ennek a dokumentációs hozzáállásnak a része, hiszen ugye először is felmérjük az igényeket, aztán valamilyen biztonsági keretekbe szorítjuk azokat, megtervezzük azt, hogy milyen blokkokat fogunk majd kiajánlani a bizonyos szegmensek, szolgáltatások köré. Tehát igen, nagyon, nagyon is része ennek a folyamatnak. Nézd ide vagy oda, első körben azt kell átgondolni, hogy hogy kell egy hálózatot elindítani, hiszen nagyon fontos megterveznünk például az IP kiosztásokat, nagyon fontos a dokumentáció, egy hálózat dokumentálása, hol milyen eszközök találhatóak, kiférhet férhet hozzá az eszközökhöz. Milyen konfigurációval? A backupok -ok is nagyon fontos, a backupoknak a nyomkövetése, a verziókövetése. De talán mondhatjuk, hogy minden egyes pontját és minden sarkalatos részét egy hálózatnak így lenne dokumentálnunk, hiszen fontos a követhetőség, az elszámoltathatóság, hogy tudjuk azt, hogy ki milyen erőforrásokat vett igénybe, és azt hogy tette. Szóval nyilván a naplózás sem lesz egy elkerülhető része a beüzemelésnek és a fejlesztésnek. A NISZ nagyon részletes ajánlásokat ad, de most szerintem ragadjunk ki belőle egyet-kettőt. Gondolok itt például az IP tervezésre. Azok az igazi hétköznapi példák ezek, amik Mindennyiunk életét befolyásolják, és egy hálózat üzemeltetésében a legtöbbször találkozunk velük. És igen, az IP címzés az pont egy ilyen kategória, hogy ha meggondolatlanul osztogatunk szabneteket a hálózatunk különböző részeire, előbb-utóbb nehéz lesz utána a szeparáció. Például. Vagy bajba kerülhetünk, ha bővíteni kell, mert mondjuk a fölötte lévő szabnetet pont. Más sikerült. használtuk el. Vagy beszélhetünk itt a dokumentációról is, ami nagyon-nagyon sokszor hiány. Gondoljunk bele, mondjuk egy tűzfal módosítás. Ugye néhány kattintással könnyen meg tudunk tenni egy újabb engedélyezést, vagy éppenséggel valaminek a tiltását, de mi történik akkor, hogy ha majd egyszer előkerül egy olyan kérdés, hogy ilyen meg olyan változtatás miért történt a hálózatban? Vagy mi történik akkor, hogyha valami abból kifolyólag új rendszer gazda lesz a hálózaton? Ezért nagyon sokszor láttunk olyat, és mi is keveredtünk ilyen helyzetbe. Általában két modell létezik, amikor egy rendszer gazdát cserél. Ugye vagy fognak és lereszetelnek mindent, és az és eleve a maga múlva. a cégnek is kárt okoznak vele, hiszen... Addig leállás van. Lehetséges, hogy voltak ott olyan szabályok, amiket az új rendszergazda még valamiért nem ért meg, vagy feleslegesnek gondol. Nem de tud róla. Vagy nem tud róla. mint az igényről. A másik iskola pedig az a fajta rendszergazda, aki bekerül egy új vállalathoz, és mit csinál? Helyben hagyja a konfigurációt, és hónapokig idézőjelben nem dolgozik, vagy hát a menedzsment számára nem igazán értékelhető aktív munkát végez, hiszen megpróbálja felfedez és felfeldni azt, azt szerint az infrastruktúrát amiben dolgozik. Tehát ezt a munkát dokumentációval nyilván meg lehet könnyíteni. Nyilván a tulajdonosok feladata mindig az, hogy ezeket a dokumentációkat, azok napra készségét kikényszerítsék a, a munkavállalókból. De azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb bozzanat, amit aminek meg kell történnie. egy például ahogyan is továbbra is ajánlja, például azt is, hogy a, a verzió követését is. Pontosan. Eleve az, hogy biztonsági mentés legyen. Illetve a biztonsági mentések tárolásának módjai. Ha tulajdonosi szemben gondolkozunk egy hálózat életéről, vagy egy informatikai rendszernek a, a működéséről, mondhatom azt, hogy én nem értek hozzá, nem ez a szakmám, belecsöppentem, egyszerűen kénytelen vagyok használni, de mégis két nagy ökölszabályt rögtön meghozhatok az elején, mint tulajdonos. Az egyrészt az, hogy legyen tervem arra, hogy hogyan folytatom a bizniszt akkor, ha baj van. És ugye ezt a tervet úgy hívják, hogy ez az üzlet terv, ami tartalmaz mindenféle lépéseket arra vonatkozóan, hogy ha beütök aki, például egy villancsapás következtében leszel a router, és jön az új router, akkor mit tudok csinálni? Hol vannak a mentések? Hogy kell visszaállítani? Kinek van egyáltalán jogosultsága azokat megszerezni, és így tovább? De ettől sokkal tovább is mehetünk. Ugye van egy másik ilyen nagy terv és egy ilyen gondosan őrizendő információhalmaz, ez pedig a katasztrófa elhárítási terv. Az, amikor reggelre arra ébredünk, hogy bizony. Megállt a szerver. Hát nem is, hogy megállt a szerver, hanem szerver sincs, vagy akár még irodaház sem, ahol a szerver korábban volt, hogy mik, mik azok a folyamatok, ahogy az üzletünket nulláról teljesen újra lehet indítani. Valójában egy, egy jó katasztrófa elhárítási tervet bárkinek odaadva, azok lépéseit ö, végrehajtva vissza kell tudni állítani a teljes üzemet. Lehet, hogy nem 20 óra alatt, lehet, hogy nem egy hét alatt, de ez egy biznisz számára, egy tulajdonosi réteg számára számítható ö, kezelhető folyamattá válik. Tehát Ilyen. tudni fogják a dokumentumot végolosra, hogy harmadik nap végén el kell tudni oda jutni, hogy már van újra levelezésünk. Hol találja a backup Hol fér hozzá az alapinformációkhoz? Jogosultsági szintekhez. Szóval nyilván ezek a folyamatok és ezek a dokumentumok nagyon fontosak. Valójában ez a minisorozatunk majd arra fog kitérni és azoknak a lehetőségét fogja nektek megmutatni, hogy ezeket a dokumentumokat hogyan érdemes kezelni, hogy hívják őket, mit érdemes tartalmaznia. Szeretnénk titeket egy kicsit bevezetni az IT-biztonság világába. Ez a videó most egy kicsit kuszának is tűnik nektek, ne jegyetek meg tőle. A következő videókban kifunk ragadni különböző szegmenseket ebből a tartalomból, és el fogjuk magyarázni őket részletesebben. Ha kérdésetek van, nyugodtan írjatok, vagy kommenteljetek. Köszönjük a figyelmeteket! Sziasztok! Sziasztok!